Ott hátul legbelül a karatések, kívül a focisták, közelükben a kosarasok, itt-ott megjelennek a színes kavalkádban a sporthorgászok is, na is több sportágat szabadidő szinten űző fiatalok és idősebbek is színesítik a sportági palettát a 2020-as bátaszéki sportbálon. A hangulat garantáltan kiváló, a zenekar kevés szünetet tarthat. Átjárás az asztaltársaságok között szinte állandó. A 2-3 éve plegyka szinten terjesztett elhidegülésnek a sportolók között nyomást sem lehet felfedezni. Én azt gondolom, hogy volt egyfajta elhidegülés, hogy ennek mi az oka, én ezt nem is szeretném firtatni. Én azt gondolom, hogy nekünk a gyerekekért és bátorszék sportjáért kell dolgozni. És ez talán egy nagyon jó esemény az, hogy le tudunk ülni egy pohár vagy egy palackbor mellett kocintani, beszélgetni, önfeledten szórakozni, és ez egy jó lehetőség, hogy személyesen is megismerjük egymást, ne csak szakmailag és ne csak hivatalosan, hanem magánemberként is. Nagy Ákos az egyéni sportágok szakmai vezetője, a karate, az úszás és az atlétika bűvkörében él. Amikor 3 éve megválasztották a bátaszékese elnökének, a foci a kosárlabda szakosztály képviselőiben volt némi aggodalom, hogy enyhén szólva nem értük fog lobbözni majd a támogatások odaítélése. Testnevelő tanár vagyok, és most hivatásszerűen nem vagyok testnevelő tanár, de azért testnevelő vagyok, tehát én a sporthíve vagyok, és attól függetlenül, hogy valaki a labdát szereti, akár rúgja, akár dobja, vagy egyéni sportoló, akár a vízbe, akár a tatamin. Nekünk ebből a szempontból, BSS szempontból, és mint magánember testnevelői szempontból gyakorlatilag az a fontos, hogy a gyerekek sportoljanak, és aki ezt feltételezte, én nagyon bízom benne, hogy azok az emberek kellemesen csalódtak a bennem, illetve a munkásságomban. A nagyobb cégek esemény és szponzori ereje mára is megmaradt, és az önkormányzati választások után sem lesz rosszabb a sporttámogatás, mint volt, sőt, nyilatkozott optimistán a bátaszékese elnöke. Én alapjában véve azt gondolom, hogy Bátaszék város egy sportos, tehát a bátaszéki önkormányzat egy sportos önkormányzat. Tényleg nagyon-nagyon kevés olyan kérelmünk valami, ami elutasításra ítéltetett, de hát azért mi sportolók vagyunk, tehát bennünk is van azért egyfajta mohóság. Szeretjük azt, hogyha a mi területünk még több figyelmet kap, még több támogatottságot kap, még jobb feltételeket kap. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fajta húzd meg, érezd meg párharcot, jó értelembe vett párharcot azért meg kell évről évre vívnunk az önkormányzattal. Én azt gondolom, hogy szimbiózisban, jó mederben mennek ezek a tárgyalások. A támogatókra tényleg nem szólhatunk egy rossz út. Van legalább 3 olyan sportesemény, amelyre szívesen érkeznek a messzi településekről is a városba. Molyhosfutás, Bonyhád Bátaszék félmaratoni és a tavaszi triatlon versenyük, amiben tényleg van fantázia, hogy hazai léptékkel mérve is a nagy versenyek sorába lépjen. Ahhoz, hogy ez tényleg egy rangos esemény legyen, nem csak bátaszéki szinten kell összefognunk, de egy kicsit a kapcsolati tőkéjét is mindenkinek bele kell ebbe dobni, így a Cenc Péterékét, vagy akár a mi megyei sportkapcsolatainkat is. A vállalkozókét, a bátaszéket. Vállalkozóikat is, akkor hogyha ennek megvan mind a támogatási alapja, mind a társadalmi alapja, én azt gondolom, hogy akkor készen áll bátaszék egy ilyen nagy volumenű eseményre. Ezt akár önállóan, vagy kapcsolódva a városi kulturális nagy rendezvények egyikéhez meg lehetne rendezni. Nyilván az idei bátaszéki triatlon versenyen is szóba kerül a téma.